Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk Tények Titkok című műsor újabb évadjában. Kezdjük 2023. szeptemberében az új adásokat fölvenni. Mindjárt az első adásban nagyon érdekes, közérdekű témát fogunk átrágni. A vendégem Sárosi György, vagy George Sárosi, aki ausztráliai magyar, vagy magyar-ausztrál, ki hogy gondolja. És réges-régóta Ázsiába jár, ázsiai gyógymódokat ismertet, terjeszt, de egyébként civilben mérnök. Az apropója a beszélgetésnek az, hogy ebben a műsorban, az elmúlt adásokban is többször beszéltünk az ázsiai módszerekről, ajurvédáról, ezen kívül beszélgettünk, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen már tanszék is van ebben a témában, sőt, a Semmelweis Egyetemen is van egy tanszék, tehát szép lassan kezd beszivárogni az a integratív megközelítése az orvostudománynak, ami Ázsiára jellemző, hogy az egész embert próbálják megérteni, és nem csak alkatrészekre földarabolva, ahogy a nyugati medicína, akik azt mondják, vagy azt gondolják, hogy na, ha egy sejtről mindent tudunk, akkor annak a tulajdonságaiból kiindulva majd megértjük, hogy hogy működik egy búzaszál, a sündisznó, a halacska vagy az ember. De nem így működik, mert a több kis részből összerakott dolog az több, mint a részeknek az összessége, és pont ez az ázsiai orvosi vagy gyógyítási megközelítés. A mai beszélgetésünknek az az apropója, hogy kötelező-e öregedni, és gyorsan kötelező-e öregedni. Nem is akarom most a szót szaporítani, hanem azonnal átadom a Sárosi Györgynek a szót. Meséljen arról, hogy az ázsiai orvosi kutatás hol jár éppen a nyugati medicína előtt. Szeretettel üdvözlöm a nézőket, és örömmel vagyok itt. Nagyon régen figyelemmel kísérem a te munkásságodat, a tudományt, amit képviselsz, és ennek én a szerelmese vagyok. Én régen kutatással foglalkozom, közel 20 szabadalommal, és mindig ezen a területen mozgok. Sokat vagyok Ázsiában, teljesen más az ázsiai kultúra, a felfogás, majdnem, hogy ország függetlenül. Teljesen más, már az emberek egymás közti viszonya is más. Egy érdekes dolog, talán a nézőknek is fontos, ha Ázsiába mennek, én nagyon sok konferencián vagyok, ott egészségügyi konferencián és ilyeneken, hogy észre fogják venni, ha a legapróbb dolgot, egy névjegyet például átad neked egy kínai ember, hogy ázsiai, két kézzel, akármilyen pici, két kézzel adja, és a szemedbe néz. És elvárja, hogy te két kézzel vedd át, és nézz a szemébe, ez azt jelenti, hogy tiéd a figyelmem, ami Európában nincs. Egy kézzel sem ismert. Igen, nincs. Azt gondolom. Tehát az alap a találkozásnál az, hogy egy tollat is. Ha nem, mert például egy pultba áll, amin át kell nyúlnia, akkor ugye a másik kezét jelezze, hogy nem csinál mást, a másik kezével megfogja a vállát, mert azt eléri, és úgy nyújtózkodik. Tehát nem történhet az meg, hogy közben a mobilját nézi, és igen. Légy szíved már el. Ilyen nincsen. Alapjaiban is más nyilván a kultúra. Ha már az egészséggel kapcsolatban vagyunk itt, ugye elmondom, hogy az egészségügyi kultúra is úgy működik, hogy egy kis falunak, kis községnek van egy orvosa vagy kettő, és nagyon gazdagok. Tehát az nem fájdalmasan gazdagok, hogy
de úristen, miért kell, hogy márványból legyen a garázs, mondhatnám kis túlzással. Amíg mindenki egészséges. De ott lesz 10 beteg, ő már felel érte. Ha 100 beteg lesz, már anyagilag is felel érte, és ha több lesz, akkor nagyon komoly következményei vannak. Szóval a nagy különbség az, hogy amíg Ázsiában attól beteg az orvos, hogy nem, vagy attól gazdag az orvos, hogy nem lehet beteg körülötte. Neki az a dolga, őt megfizetik, körülbelül úgy működik, mint bevizet az autódat a szervizbe, nem hozhatod ki, úgyhogy nem működik a fék. Nincs olyan, hogy bocs, nem sikerült. Nincs ilyen, mert életekkel, még inkább életekkel játszunk. Ott neki az a dolga, hogy ezért sokat dolgozik az orvos, tudja, hogy kihez kell menni, tudja, hogy ki az, aki a gyenge láncem a faluban, és ezért ő a közből a maximális tiszteletet és maximális anyagi és egyéb megbecsülést is kap. Ez a nyugati orvosásban úgy működik, minél több a betegem, annál gazdagabb vagyok. És erre azt látom, hogy vigyáznak is. Én itthon ennek nem vagyok, én nem vagyok Európában betegellátott. Én az Ázsiát ismerem, és amúgy sem, és sokat vagyok Ázsiában, hanem vagy itt vagyok, akkor Ausztráliában. De ez az alap durva szembenállás, amit én érzékelek kint, és az magyarán, emberek magyarán Ázsiában az egészségben töltött idő, az majdnem az élettartammal azonos, tehát ez a hosszú agonizálás, ami azért sok pénzt hoz a gyógyszeriparnak, az kevésbé ismert. Több okból nem ismert, nincs ellenérdekeltség. Az orvos abban érdekelt, hogy nehogy bajod legyen, mert abból ő presztist veszít, és az nekik fontos. Ugye azért van az a harakiri, meg az egyéb, amikor a szégyen nem bírja elviselni. Orvos vagyok, és valakit nem tudok meggyógyítani. Mit szól a családom? Tehát így könyörgöm, hogy adok neki 5-10 éve valami gyógyszert, és nem javul, hanem most még egy erősebbet fogok neki adni, és elmondom neki, hogy ezzel együtt kell élni. Tehát ez körülbelül úgy hangzik nekik, hogy nem is lehet, tehát nem tudsz eladni vegyél anyag alapú gyógyszereket, mert azt fogják kérdezni tőled, hogy nálatok a színes tévét kalapáccsal javítjátok? Tehát így, hogy lehet élő sejtbe vegyi anyagot tukmálni, nekik ez nem fog a fejükbe férni, és látjuk a statisztikát, látjuk az életkort, és azért van az, hogy itt látjuk a turistákat Európában, nem tudod megállapítani, hogy 40 éves vagy 70. Igen, idegesítő, de nem lehet megállapítani. Igen. Az ő maguknak a tudatuk is más, a hozzáállásuk. Ember nem akkor ébred rá, hogy beteg, amikor már nem tud lépni, vagy úgy fáj a csípője, hogy nem tud. Nem úgy van, hogy beviszem a csípőmet az orvoshoz egy hétre, és csináljon bele valamit, mint a karburátorommal. Ők tudják, hogy ebbe a testbe laknak, ugye, ami említettél, a test, szellem, lélek egység, az náluk alap. Hát ott nem tudod azt mondani, hogy fáj a lábam. Voltunk kint egy magyar delegációnál, kértek, hogy legyek a szakértőjük, és akkor éppen egy gyógyszergyár átadásánál voltunk egy komolyabb konferencián, és ott volt egy nagyon híres orvos. Kérdezte ott, hogy akar-e valaki vizsgálatot. A kórházban úgy nézett ki, ahova bementünk kórtermek, hogy köpölyöztek, akupunktúra és az egyéb normál gyógymódok. Ő pedig így, mint mi ketten most ülünk, ült egy asztalnál, és kérdezte, hogy valaki érdekel-e az egészségem. Egy 28 éves hölgy, magyar hölgy mondta, hogy igen. Abból állt a vizsgálat, hogy a kezét odaadta, ő három ujját rátett a pulzusára, másfél percig nézte a hölgyet, és közben érzékelt, nézte a bőrszínét, a bőrállapotát, a szemét, a fényesi, az ázsiai igen. alapdolgokat, és közben érzékelt, és elmondta, most név nélkül, azt hiszem tudok egy kicsit konkrétabban beszélni, hogy 5 hónapja kimarad a menszesz, hogy a 8 dolgot felsorolt a doki, a lánynak potyogtak a könnyei, hogy hát ez így van, de ő ezért 6 hónapot mászkált, hogy neki. És igazából ennyi volt a vizsgálat, mert
annyira szenzitívek erre, és annyira másképp gondolkoznak, ők nem fogadják azt el, hogy ezt vegye be kisasszony, és ha nem működik, jöjjön vissza jövő héten. Mert azt mondanák, csúnyát mondanának rá. Nem is az a baj, amit mondanának, mert ők tisztelik egymást, és tisztelettel beszélnek, nem európai módon gondoltam, hanem az egy talán végleges presztízsvesztés, főleg egy kis lélekszámú helyiségben, hogy azt mondta az orvos, hogy próbáljam ki. Szóval ez így elképzelhetetlen. Azt ebben a műsorban már többször említettük, hogy ha az kínai városba sétálgatunk, de még Indiába is, másként néznek ki a gyógyszertárak. Tehát azok főleg ilyen gombák, tücskök, bogarak, az európai ember elképedve járkál ott, hogy mennyi minden gyógynövény. Jó, a gyógynövényeket itt még megtűrik, de azt, hogy mit tudom én, szárított csikóhalat együnk, az itt nem megy. Hát szentségtörés. Igen. Támadásnak veszik az embereket. De hogy a műsorunkra konkrétan a beszélgetés tárgyára visszatérjünk, tehát az öregedés az mennyire betegség, mennyire kötelező. Magyarország nagyon rossz helyzetben van, európai statisztikában hátul kullogunk, várható egészséges élettartamban. A férfiaknak jelentős része nem, hogy jó egészségben, de egyáltalán meg nem éri a nyugdíjkorhatárt. Tehát ez egy nagyon nagy probléma. A hölgyek elérik a nyugdíjkorhatárt, de sokan akkora már krónikus betegséggel küzdenek, amit életük végéig velük marad. Tehát ezért égető kérdés itt és most az, hogy az öregedés mennyire szükségszerű, mennyire kell nekünk 76 éves korunkban átlagosan meghalnunk, és itt miért nem lehet az, mint Okinawa szigetén, ahol szinte mindenki megéri a 100 évet, nagyjából egészségben. Abszolút nem kötelező megbetegedni, és ha valaki, ugye ezek előfordulnak, hogy különböző lelki és egyéb problémák miatt átmeneti biológiai tüneteink, ez normális. De hogy ezzel együtt kelljen élni, vagy ez úgy maradjon, vagy hogy ilyen jellegű gyógyszert, ez kizárt. Tehát ez csak roncsolni tud a helyzeten. Ezt mindjárt kibontom jobban, de nagyon szeretnék reagálni egy mondatban az előző gondolatodra. Amikor a gyógyszertárban, talán pont Kínában, az egyetemen, mikor ott dolgozgattunk ott a kollégákkal, megkapta meghívást egy kórház, illetve egy gyógyszertár megnyitásra. Ott úgy nézett ki, hogy bementünk a földszinten, és én azt éreztem, hogy pesti nyelven szólva a bosnyáktéri piacon vagyok. Az úgy nézett ki, hogy fejkendős asszonyok egy nagy csarnokban gyógynövényeket pucoltak, de ahhoz, hogy én oda jussak, egy picit több mint egy méter magas alumínium lapot át kellett lépnem. És az volt az első kérdés, hogy ez minek? És azt mondták, hogy azért, hogy az egérbe ne jöjjön. Ezen nem jutott volna. Mert hogy bent olyan magok, gyógynövények és egyebek voltak amúgy tisztán és tisztítás alatt, amiből aztán jöttek ezek a... Tovább haladva, mint ahogy meséltem, hogy az ember a pulzusra téve megnézi a problémát, ott kiderítik a probléma okát, és nem a betegségre kapsz valami gyógyfüvet, hanem a problémára. Hogy megint szemléletesebb legyek, azt kérdezte az egyik magyar képviselő, aki itt a Magyarországon valamilyen szintű képviseletet látott el ezen a konferencián, ettől az okos embertől, hogy mit adtok fejfájásra. És akkor én már tudtam, hogy baj van, és próbáltam mondani, hogy ezt majd később kérdezzük meg, elmagyarázom, de hát addigra már elhangzott a kérdés, és
Jött is rögtön a reakció, hogy nem értem a kérdést, hogy fejfájásra. Ugye ott bukott meg a mutatvány, hogy a fejfájásnak legalább 10 sok oka van. Tehát fejfájásra nem adunk semmit, amíg nem tudjuk, hogy mitől fáj. Ha valaki fejfájásra ad gyógyszert, az kókler, az nem lehet orvos náluk. Nincs olyan, hogy fejfájás, mert nem fog elmúlni. Ha szedheted egy életen át, de nincs olyan, hogy fejfájás a gyógyszer, az van, hogy csücsücsek le, hogy nézzem, mitől fáj a fejed, ez van. És ha kideríti, majd arra fog adni. Úgyhogy így kezdődik, hogy van egy ilyen bosnyák piac jellegű dolog, ez megy körbe, vagy végig. A végén olyan profi gyártósorokat láttam, amit még USA-ban sem, én USA-ban is sokat kín vagyok, nem láttam ott se, mert képzeld el, hogy névre szólóan egy kis zacsiba jön ki a végén az a gyógynövény koncentrátum, nevezzük gyógyszernek, ami annak a betegnek a különböző behatások miatt keletkezett problémáit kezeli, és nem a problémát. És akkor gyorsan ott vége is a dolognak, tehát ott látni fogjuk, hoztam egy pár szlájdot. Ha tudtam volna ezt, hogy érdekes, akkor hoztam volna, de legközelebb, ha kéret hozok, ezekről az egyetemekről képet. Hogyne. Tehát ezek szerint kevésbé tüneti gyógyítás folyik, hanem megpróbálnak az okokat megkeresni, tehát oki. És ez egy jelentős különbség a keleti meg nyugati között, mert itt, ha valakinek daganatos betegsége van, szüntessük meg a tüneteket, na akkor kemoterápiával próbáljuk meg megölni azt a rákos... Halálra gyógyítani. Így van. Halálra gyógyítani. Igen. Két dolog, ami fontos, és ebben az irányban érdekes. Az egyik az, hogy, amit említettem, minden daganatnak van egy oka, és minden betegségnek is. Magyarországon Roberto barátom az, aki mindent tud erről, és nyilván, amit lehetett, én is ezen a területen is elvégeztem, és tanulom is. De azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezeknek a daganatoknak a javarésze, ez nem daganat. Tehát amikor, nem tudom mennyire lehetek konkrét, egy HPV-ről, egy tüdőrákról, vagy valamiről beszélünk, ezek olyan folyamatok, lehetek konkrétabb benne? Persze. Most ugye nagy divat a HPV-re oltást tenni a középiskolás gyerekeknek, és azt mondják, ez amúgy szerintem inkorrekt. Vagyis sokkal inkorrektebb, mint a többinél, hogy nemi úton terjed a HPV, semmi köze hozzá. Tehát, ez a humán papilloma vírus, hogyha valaki nem tudná. Ja, köszönöm. Remény. Igen, igen. Ami a hölgyeknél fordul elő. És azért emelném ezt ki, mert itt képesek ezzel, ugye mondják, hogy az orvos diagnózissal öl. Nekem azt mondja, hogy rákos vagyok, vagy leukémiám van, én nekem az a válaszom, hogy na végre, tudja, hogy mióta várom. Hát a leukémia már a gyógyulási folyamat. De ha nem ez a hozzáállásom, és nem vagyok ezzel tisztában, akkor kétségbe esek, és azt gondolom, hogy van egy halálos betegségem, ami nekem egy halálos programot fog generálni. És onnantól kezdve csak a lefelé van, vagy legalábbis elindul a lefelé, az gyorsítja, hogy kapok rá különböző dolgokat. Szóval ez a HPV pedig úgy néz ki, hogy a vírusnak egy öngyógyító folyamata, az HPV vírus nem lehet beszerezni se mástól, se a piacon, se importálni nem lehet, se rátukmálni valakire nem lehet. Nincs az az Isten, hogy én vagy a bármelyik hölgy idegen HPV-t kapjon. Nincs. Mert nem az övé a HPV, a saját magának a regeneráló vírusa, ami akkor jelentkezik, pont amikor a hölgynek mondjuk azt, hogy a fészek program környéke, tehát a kapcsolati része megnyugodott, és újra nőként funkcionál. Akkor az összes addigi problémáját a saját vírusai, ezek valóban életmentő vírusok, elkezdik helyre rakni. Ez konkrétan a mészáj környék, amiről beszélünk. Az orvos ezt felfedezi, és soha nem tudtam megállapítani, hogy tudja
az orvos, vagy nem tudja, hogy mit csinál, de minden esetre elkezdi kinyírni azt a HPV vírust, ami 6 hét alatt teljesen rendbe hozná a problémát. Amire azt mondtam, hogy ez a leginkorrektebb dolog, mert a hölgy hazamegy, és azt fogja mondani a párjának, hogy most itt vége a kapcsolatunknak. Hát komolyan képe, 2 hónapja vagyunk együtt, vagy fél éve, és képes vagy megcsalni, és mit fog erre az ember mondani, ki tudja, hogy nem csalta meg, de nem tudja, hogy honnan van a HPV. Akkor te csaltál meg. Csak rám akarod kenni. És anélkül, hogy bármi történt volna, vége egy kapcsolatnak, vagy egy nagyon hosszú vita generálódik, amit senki nem fog elfelejteni, mert hogy rosszul van a kép, szóval igen, aztán a kép jön ez az, a HPV. Az, hogy valaki hozza és átadja a másiknak a fertőzést, vagy vírus, vagy bakteriális formában. Igen, nem tudja, ezt nem lehet. Ez körülbelül 6-8 hét ennek a folyamata, amíg a HPV rendbe rakja ezeket a dolgokat, de az orvos nem fogja hagyni, hanem ad rá egyre erősebb antibiotikumon, de a szervezet okosabb ennél, és azt mondja, hogy nem hagyom magam kinyírni, akkor termelek még ugyanezt a vírust, amíg készen. Az én dolgom az, hogy ezt a testet tökéletes állapotban tartsam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ház ég, a tűzoltók oltják, a rendőrök meg lövik a tűzoltókat. Mert hogy nem tudni, hogy ki kivel van. Az orvos nem fogja tudni a HPV-t legyőzni, mert a szervezet nem fogja hagyni, hogy félbe maradjon a javulási folyamat, szóval minél agresszívebb gyógyszereket kap a hölgy, annál intenzívebb lesz a HPV termelése, és hogy mégis én nyerjek, ezért ilyenkor csonkolás a vége, és levágják a mészáj azt a részét, amelyik amúgy éppen a regenerálás végstádiumában van, ott hetek alatt teljesen rendben lett volna. Most ugye nagy divat ezzel ijeszgetni az embereket és a gyerekeket ezzel oltani, holott csak meg kell nézni a statisztikát, mindenki, aki megkapja a HPV-t, ugyanúgy HPV-s lesz 2-3 oltás után is, hogyha szüksége van rá, mert hogy ez a saját szervezetének az öngyógyító természetes és kötelező folyamata. Sajnos a mostani beszélgetésből már csak 3 percünk maradt. Beharangozzuk akkor a nézőknek, hogy a következő adásban mivel folytatjuk. Ugye megint így a saját regenerációról beszélgetünk, mégpedig azokról az őssejtekről, amelyek mindenkinek a test újraépítését végzik. Nem én akarok erről beszélni, hanem majd a vendégünk fog erről mesélni, hogy lehet ezeket az építő munkásokat segíteni, hogy lehet a regenerációt, a testnek a fiatalítását elindítani. Nagyon nagy sikerrel, dokumentáltan évtizedek óta ezt használják, nagyon gyorsan rendbe lehet tenni itt, halálosan, szélsőséges, nagyon komoly problémának hit dolgokat is, és erre évtizedes dokumentált gyakorlatok vannak, kint kórházakban használják ezeket. Erről fogok beszélni, és elnézést kérek, ha elkalandoztam, én egy levegővel 6 órát tudok beszélni. Ez fontos, ezek nagyon fontosak, csak tudni kell ugye beosztani az időnket. Kérlek, ebbe segíts. Tehát ezek szerint ezek az őssejt terápiák, módszerek ott kint már elfogadottnak tekinthetők? Teljesen más szegmensből és hozzáállásból, technikákkal, mint itt. Elfogadott és nagyon nagy sikerrel alkalmazott. Erről fogok beszélni akkor, ha lesz időm. Jó. Hát kedves nézők, most azért búcsúzzunk el, mert a maradék 50 másodpercben már nem tudnánk normálisan beszélni erről a témáról, úgyhogy megköszönöm Sárosi Györgynek, hogy eljött hozzánk, és folytatjuk az ázsiai
mentalitáson alapuló gyógyításnak a megbeszélését, ami nagyon más, radikálisan más, mint az általunk megszokottak, és biztatom a nézőket, hogy tartsanak velünk, mert a java az csak most fog következni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Viszontlátásra. Viszontlátásra.